Oktatási Központ valamennyi dolgozója nevében nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves vendégünket. Nagyon örülünk, hogy vidékről is eltetettek fogadni meghívásunkat. Szeretnénk a farsangi jelmezbálunkat, a hagyományt őrizni. Ez az első ilyen rendezvényünk, ha egy picit is Viktor becsúszik, kérem, nyírték el nekünk. A bálunk jelmez bál, tehát nem állatok bál, jelmez, senki nincs. 19 személy öltözött föl, Szivakházáról is és Tiszakécskéről is. Tehát összesen 19-en. El szeretném mondani, hogy a beköszöntéstől után fölvonulnak jelmezeseink, a jelmezeseink számot viselnek. 20 forintért fogják árulni gondozó műjeink a megsorszámozott sorszámokat, és 10:30-kor lesz a kihirdetés, hogy a vendégeink közül ki tetszett legjobban, kinek volt a legötletesebb jelmeze. Az első helyezettünk ezt a szép virágkosarat fogja kapni, a többi jelmezesünk pedig 100 rózsával fogjuk köszönteni a többi jelmezesünket. A továbbiakban még szeretném elmondani, hogy egész este a zenekar, a Piroska zenekar fogja szolgáltatni a zenét, és szeretném mondani, hogy először a mi rendezvényünkön muzsikáltak, és azóta a Szivakháza közönsége úgy megszerette őket, hogy igencsak a rendezvényeken ők szoktak zenélni. Nagyon szeretnék mindenkit kérni, hogy a teremben ne dohányozzunk. Őrizzük meg egymás egészségét, odakint lehet dohányozni, az ablakok akikét kinyitjuk, hogy odakintről se jöjjön be a füst. Szeretném még elmondani, illetve megköszönni a Gondozási Központ klubtagjainak, a Művelődési Ház Kossuth Lajos klubtagjainak a sok-sok sütemény pogácsát, amivel vártuk vendégeinket, ők sütötték, te se lehet fogyasztani egészséggel.
fenében. Nem vagyok én bugyi, amit minden héten szerint. De hívele, hogy felelem végig, hallott rúzsa küldötte a fenében. Nem vagyok én bugyi, amit minden héten szerint. Thank you.
néztek, hogy mi történik. Az ember legyen, nem egy villanykörtén. Elhúzott magamat nézve, átfogadott világ, és a kösebbet, hogy nem égette a dolgok. Magamat nézve, hogy átfogadott világ, és a kösebbet. Come on.
neked el a fia. Jaj, de nagy szerencséd lesz, hogy anyja haza néz, rossz is lehívunk. Meg neked. Hú, itt a halal, nézd, jaj, jaj. Tegyél rá jó. Nem is mondom tovább, mert nagyon beteg. Rázott is kérem. Thank you.
elmúlt évre gondolok. Odakint az utcán lassan fénydereng, és a villanyórán megforog. Szeretném a villanyórán megállítani, szeretném a gázszámlám is elfelejteni, de a villanyóra csak pereg-pereg, én pedig lent tovább tűzhetek. Nem tudom, hogy elhiszik-e még, hogy a nyugdíj mindig csak kevés. Akárhogy itt számolgatok, mindig csak a nullán vagyok, nem tudom, hogy elhiszik-e még. De ha egyszer én már nem bírom tovább ezt a magas nagy áremelést, elmegyek én innen, de nem tudom hová, mert a szívem mindig nagyon fáj. Nyugtatgatom én a beteg szívemet, a gyógyszerem ára is nagyon magas lett. Bolond szívem, ide hallgass, férfiakra ne kacsingass, öreg vagyok, meg sem látnak már. Akkor jött egy férfi, úgy megörültem, hát a villanyszámlát hozta nekem el. Másnak jött a másik, a gázszámlával, akkor én már majd elájultam. Szeretném a villanyórát megállítani, szeretném a gázszámlám a sárba taposni, de a villanyóra csak pereg-pereg, az én szívem ettől lesz beteg. Míg anyu öltözik, az apu idegen, mert
nagyon sok vitán, ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után? Otthon nem szeretem a strandot, ottan semmi se szép és jó, és még van viszeket ható. Tízen szegény, ha mindennek így lesz. Tízen